Tudjátok mit, srácok? Budapestnek nem egy balfék, hanem egy igazi férfias polgármesterre lenne szüksége. És tudjátok, hogy milyen egy igazi férfi? Vállalja a tetejére a felelősséget. Most, ha valaki hibázott, az biztosan nem én voltam. Aki apró pénzért nem árusítja ki a város vagyonát. Hiszen most derült ki, hogy 61 ingatlant akarnak eladni 18 milliárd forintért. Még jó, hogy a városházát nem adta el. Ja. Várjunk csak, azon is majdnem túladott. Na de menjünk tovább és nézzük meg, hogy milyen egy igazi férfi. Akivel mondjuk, ha elmegyek külföldre, akkor tud rendelni egy kávét, és hogyha eltévedünk, akkor tud angolul segítséget kérni. In populism, dingvishes. Persze az igazi férfi lehet magas és vékony, de a legfontosabb, hogy legyen a maga ura. Rá kell ébreszteni a főpolgármester urat, hogy rossz úton jár, sok tekintetben. Budapestnek szerintem egy ilyen főpolgármesterre lenne szüksége. Ha gondoljátok, írjátok meg kommentbe, hogy mi a baj Karácsony Gergely.